Természetesen a rózsafűszér ájtatosságba is bekapcsolódik Krisztina nővér a Szent Család plébánián. A Nyolc Boldogság Közösség örökfogadalmas nővére november elején került Kecskemétre. Korábban a rend homokkomáromi házát vezette, újabb megbízatása előtt néhány hónapos pihenő idejét tölti. Azért Kecskeméten, mert a közösség egyik hazai laikus csoportja itt működik. A Nyolc Boldogság ugye az Jézus tanításának a középpontja, amikor meghirdeti Istennek az országát, akkor hangzik el ennek a beszédnek az elején Nyolc Boldogság, ami az egész evangéliumnak tulajdonképpen a szíve, hiszen mindannyian a boldogságra törekszünk, a boldogságot keressük, és ezt mi Jézusban, az ő országában találjuk meg, erre utal a nevünk. Különösen most advent idején ugye előre is tekintünk, egyrészt arra, hogy várjuk Jézusnak az eljövetelét, de ugyanakkor magunkba is tekintünk, és Jézus ugye már eljött, és Jézus megszületett, megtestesült itt a Földön, és azóta ugye lehetőségünk van arra, hogy őt befogadjuk a szívünkbe, és itt is meg tudjon valóságosan születni. Ezáltal a Jézussal való kapcsolatban meg tudunk tapasztalni valamit ebből a boldogságból, ami majd egykor vár is ránk. A közösség tagjai egyfelől apostoli szolgálatokat látnak el, például lelki gyakorlatokat tartanak, a hitoktatás területén vállalnak feladatokat, a szemlélődő élet gyakorlásához pedig a karmelita hagyományokból merítenek. A villai Szent Teréz nyomán ők is úgy tartják, hogy imádkozni annyit jelent, mint baráti beszélgetésbe lépni Istennel, akiről tudjuk, hogy szeret minket. Bármilyen fajta formáját is éljük meg az imádságnak a közösségben, legyen ez dicsőítés, legyen ez zsolozsma, a szentmise, rózsafűzér. Nagyon fontos, hogy nagyon tudatosan egy ilyen baráti beszélgetésbe lépjünk be Istennel, és aztán ne csak mi beszéljünk hozzá, hanem őt hallgassuk. Ez az ima lényege. És még a belső imához hozzátartozik, hogy ezt bármikor és bármilyen körülmény között lehet gyakorolni. Azt lehet az apostoli szolgálataink közben, azt lehet egy főzés közben, azt lehet utazás közben. Ez egy ilyen Istenre irányultságot jelent. Krisztina nővér főiskolás korában egy ifjúsági ima csoportban találkozott Istennel, és egyáltalán a kereszténységgel. Olyan erősnek és vonzónak tapasztaltam meg a szeretetét, olyan átfogónak, amire azt mondtam, hogy én csak az egész életem odaadásával válaszolhatok, sehogy máshogy. A többi az mind-mind kevesebb. És egyébként nem is tudtam a szerzetességről semmit, hiszen friss keresztény voltam így 19 évesen, de mindig ezt kerestem benne, hogy akkor valószínűleg ez az, ahol én teljesen odaadhatom magamat Istennek. Fontos volt még az is, hogy az emberek vagy az egyház szolgálatára legyek. Tehát, hogy amit én megtapasztalok Istenből, szeretetet, elfogadást, bátorítást, erőt, hogy ezt én is tovább tudjam adni. Takács Gábor szintén egyetemistaként ismerkedett meg a Nyolc Boldogság közösség lelkiségével. Mint mondja, először a közös imádságok szépsége és mélysége ragadta meg. Az évek során megerősödött benne, hogy szorosabban is ehhez a testvériséghez szeretne tartozni, így tavaly decemberben feleségével a laikuság véglegesen elkötelezett tagjai lettek. Ezt egyedülállók értelemszerűen egyedül teszik, meg házaspárok esetében viszont a házaspár mindkét tagja, tehát együtt tesznek ilyen elköteleződést a közösségben. Egyrészt arra, hogy a közösség lelkisége szerint élnek, tehát mi is ezt az ima életet, a napi rendszeres imákat szerint igyekszünk alakítani így a személyes életünkbe is, meg amennyire a lehetőségek, meg az időnk engedi a család életében is. A szolgálatban, ahogy Krisztina nővér is mondta, lelki gyakorlatokon, ifjúsági táborokon, különféle, akár itt a plébánián, itt együtt szolgálunk kifelé. Takács Gáborék 5 éve élnek Kecskeméten, a Szent Család plébániához kapcsolódva vezetik a Nyolc Boldogság közösség helyi csoportját. Havonta egyszer nyilvános imaestet, szentségimádást szerveznek a Szent Család plébánia kápolnájában, emellett két hetente szerda esténként tartanak bárki előtt nyitva álló alkalmakat a Bogovics köz 5 szám alatt. Utóbbiakhoz jelenleg online csatlakozhatnak az érdeklődők.